Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ismét egy kedves alkalmon veszünk részt, Isten igéjét fogjuk elővenni, és arról beszélgetünk. Nagy öröm az Úrral találkozni, és lélekben egymással is. Ez alkalommal két ige szakaszon gondolkodtunk, és párhuzamba állítottuk egymással. Az egyik a hagyomány szerint a Táborhegyén történt, amikor Jézus három tanítványával elváltozott, és megmutatta az ő csodálatos személyét, dicsőségét. A másik igehely pedig arról szól, hogy a három tanítvánnyal, ugyanezzel a három tanítvánnyal Jézus a Getsemáné kertben volt, és ott szomorkodott, és komoly imaharcot folytatott, és kért a tanítványait, hogy ők is imádkozzanak, de hát a szokás szerint elaludtak. Aztán Ágéval tisztáztuk ezt a fogalmat, hogy ők nem csak a szenvedés órájában aludtak el, hanem a dicsőség órájában is, a Táborhegyén is aludtak. De Jézus aztán felébresztette őket, ugyanis mindig az ébredést Jézus hozza az életünkbe. Elolvasom az első ige szakasz, mind a kettő a Máté evangéliumában található, a 17. rész első és következő versét olvasom fel. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és felvitte őket külön egy magas hegyre, ott előttük elváltozott. Az arc ragyogott, mint a nap, a ruhái pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és íme a felhőből hangszólt: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, és nagyon megijedtek. Jézus odament, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor felemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust. Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az emberfia fel nem támad a halottak közül. Amint említettem, hogy ez a különleges esemény a Táborhegyen történt. A Táborhegyről már hallottunk, ott van a Jezreel síksága, Armagedon, meg ezeket a neveket hallottuk már, és Jézus erre a magas hegyre vitte fel 3 tanítványát, és valami többet
megmutatott önmagából, és hogy ezt a kifejezést olvassuk itt, hogy elváltozott. A tanítványok nem is kezdeményeztek volna ilyesmit, ugye, hogy Uram, gyerünk imádkozni, menjünk fel a hegyre, hanem Jézus kezdeményezte ezt az együttlétet, és maga mellé vette a három tanítványt, és egy olyan lelki atmoszféra alakult ki, amit soha nem is ismertek és nem láttak, hogy Jézus személye valahogy, hogy a középpontba került, elváltozott, és dicsősége láthatóvá lett. Igen, nagyon gyönyörű ez a történet, és csodálatos is a számomra. Jézus mindig tanít valamire. Nem volt mind a 12 tanítvány alkalmas arra, hogy ebben a megdicsőült állapotban részesüljenek már, hogy lássák, hogy az Úr milyen dicsőséges, illetve hogy részesei legyenek ennek. Hiszen Péter, Jakab és János részesei lettek avval, hogy Jézus maga mellé vette és felvitte őket arra a helyre, ahol az Úr megmutatta magát másképpen, mint ahogy őt ismerték. Nagyon sok vallásos ember ismeri az Úr Jézus Krisztusról szóló történeteket, sőt, mond imádságokat is. Kisgyermekkoromban én is néhány kedves betanult imádságot mondogattam, mert erre tanítottak, de hogy nem ismertem személyesen azt a dicsőséges Krisztust, aki volt a föld testetöltésekor is, aki volt a feltámadásakor is, aki volt tulajdonképpen a kereszten is, és aki majd eljövendő. Nagyon fontos, hogy megismerjük Jézust, az Isten fiát, annak, aki az Atya gyönyörűsége. Majd olvassuk itt az igében a szózatot, ami a felhőből hangzott el, de Jézus megmutatta az ő orcának ragyogását, ez olyan volt, mint a nap. A tanítványok a testben megszületett Jézust ismerték, de azt a mennyei valóságot, aki ő maga volt, azt nem. Nagyon félelmetes és csodálatos lehetett Krisztus arcát látni, hogy az ragyogott, és olyan volt, mint a nap. És még itt ezt olvassuk, hogy ruhája pedig a második versbe, a 17. rész második versébe, hogy ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség, és a Márk evangéliumát is megnéztem, ott pedig azt írja, hogy ruhamosó lúgja olyat nem tudott fehéríteni, mert embert olyat nem látott. Mind a kettőnek csodálatos értelme, lelki értelme van, hogy az a fehér ruha, ami Krisztuson volt, az olyan volt, mint a fényesség. Az Úr mindig a tiszta, átlátható valóságot adja az ember számára, és a hívő embernek is ragyogni kell, mert Krisztusból táplálkozik, és a lelki tisztaságot kell, hogy sugározza, az pedig fény és világosság sok ember számára. Ezt láttak tehát a tanítványok, és még valamit láttak, amit még nem olvastunk, hogy a harmadik versben is megjelenik nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele. Ez egy nagyon csodálatos hármas dolog volt,
hogy Mózes, aki a törvényt képviselte, ott volt, és Illés, aki a prófétai szót képviselte, ő is ott volt. De aki sokkal csodálatosabb, aki nagyobb volt a törvénynél, aki nagyobb volt a prófétáknál, Isten fia, ő töltött be mindent és mindeneket. És ez egy óriási nagy titok. A tanítványok nagyon örvendeztek, ugye? Azt mondta Péter, hogy jó nékünk itt lenni, és ha akarod, Uram, akkor építkezzünk 3 hajlékot, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Én, amikor ezt az igét olvastam, valóban ez volt bennem, hogy biztos, hogy nagyon csodálatos volt. Hát ugye az összes apostol zsidó volt, az első keresztjének is zsidók voltak, Mózest és Illést látni. Hát ez egy olyan hatalmas, felfoghatatlan volt a számukra, és nagyon nagy öröm. Ők képviselték a vallásos világ minden igazságát, a törvény, amit Mózes adott, és Illés, aki a Baál kultuszból visszafordította a népet, és az atyához fordította. Hát ez csodálatos volt. És ő volt egy ötlete Péternek, azt mondta, Uram, hát ha gondolod, én neki fogok, erős fiú vagyok én, és itt elkezdek építkezni, eszem ágába sincs, lemenni a völgybe és a missziót végezni. Hát milyen jó itt. Hát ez csupa öröm, csupa béke, csodálatos. Úgyhogy nem vett volna éveket se igénybe ez az építkezés, mert sátor... Összerakták volna egy-kettőre. Egy pár birkabőr, vagy hasonló, gondolom olyasmiből készült abban az időben a sátor. Meg voltak ezek a leveles sátrak, amiket ugye összeraktak az erdőben lévő lombsátrak, fából, lombból, hiszen Izraelben meleg volt, ritkán volt eső, tehát tudtak ők ott hajlékot építeni. Igen, ez Pál apostolnak is ez szakmája volt abban az időben. Igen. Úgy volt, hogy aki rabbi volt, még egy szakmát is tanult mellé, és hogy hát így ezek az emberek, akár a halászok is könnyen meg tudtak csinálni egy ilyen sátrat. Én nekem itt ez a, hogy építsünk sátrat, ha akarod, Uram, arról szól, hogy a hívő ember is szokott ötletelni. Péter itt nem látta azt, amiért Jézus őt fölvitte a hegyre. Ő csak a jól akarta magát érezni, és a mai érzéki ember nagyon sokszor az Isten tiszteletekben is azt keresi, hogy ő jól érezze magát. Most mindenféle ilyen Isten tiszteletek vannak, amik az érzelmeket ki lehet adni, és a regresszióba vissza lehet menni, egy kicsit föl lehet szabadulni. Itt nagyon jó, maradunk, és ezt csináljuk, csak hogy az Úr mást akart, nem ez volt az ő akarata. És milyen csodálatos, és hogy tovább viszi őket az Úr ezen, de hogy soha nem szabad, hogy egy hívő embert az vezessen, a testies dolgok vezessék, nem érzem jól magam. Valamivel megbántottak. Nem az ahogyan én elgondolom, és akkor testi módon nem látjuk meg azt, hogy mi az Úr akarata. Nem kell ötletelni, hanem szorosan Jézus mellett maradni. Itt is maradtak ők a hegyen, még egy darabig, és akkor ezt olvassuk az 5. versben,
hogy fényes felhő borítá be őket. Igen, itt van Mózes, ugye meg a felhőoszlop, tűzoszlop. Hogy ugyanaz az Isten szól hozzájuk, aki Mózes idejében. Igen, és Illés a kijelentéssel. Ugye igen. Megszólal itt a kijelentés, az Atya szava. Nagyon csodálatos. De ami engem nagyon megragadott ma reggel, amikor ezt az igét olvastam, az pedig az volt, hogy Péteréket is fényes felhő borította be, ha jól értelmezem itt az igét. A pusztában Izrael népe látta a felhőt. Hát az, hogy borította be őket, akkor igen, Péter is ott volt. Igen. Hogy ott a pusztában látták a felhőt, és árnyékot adott. De mennyire más az, amikor benne vagyunk az Úr védelmébe, mert ugye a felhő védelmet adott, és hogy részesei lehetünk annak a kegyelemnek, ami Krisztusból árad felénk. Nem kint vagyunk, nem csak nézői vagyunk, hanem részesei. És akkor ugye a kijelentés szózatlőn a felhőből, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Az új fordítás az nem a gyönyörködöm szót használja, de én ezt nagyon szeretem a Károlyi fordításból, mert hogy az Atya gyönyörködött az ő fiába. És hogy úgy gondolom, hogy ezt ahhoz tudjuk hasonlítani, mint amikor egy édesanya büszke a gyermekére, ez rossz szó, hogy büszke, de gyönyörködik benne, mert látja, hogy növekedik, látja, hogy az értelme bölcsé teszi, látja azt, hogy azt teszi, amire tanították, és hogy úgy gondolom, hogy az Atya is gyönyörködött az ő fiában, aki mindent az ő akarata szerint cselekedett. Aztán van azért a zsoltárokból ide vonatkozóan is, hogy Isten, az Atya gyönyörködött a fiában, és a 37. zsoltárban van az, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Tehát amikor nekünk... Hát itt erről szól, hogy igen. Gyönyörködjetek. Bocsánat, hogy... Hát ezt gondolom azért alázatra indította Mózest is, meg Illést is, hogy ő benne gyönyörködjenek. Igen, és gondolom, hogy Mózes és Illés, akik ugye ott megjelentek az örökké valóságból, hogy ők is gyönyörködtek, és a gyönyörűségük volt Isten egyszülött fia, hiszen az ő jelenlétében az ember senki és semmi. És hogy itt az a mennyei, hogyha arra tanította a kijelentés alkalmával Pétert is, és ezt a három tanítványt, hogy őt hallgassák egyedül, hogy nem a törvény, nem a beszédek, a proféták, hanem a Krisztus. Mert a törvény betöltése a Krisztus. És úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Krisztuson kívül nincs élet. A következő mondatban van ez, hogy ennek hallatára, tehát amikor olyan súlyos volt ez, vagy olyan nagy volt ez, mint mikor a Sínai hegyen megszólalt az Úr, igen. És adta a törvényt Mózes idejében, hogy a nép remegett, és hogy nem ismert ott maradni, azt mondta, hogy Mózes maradjon itt Istennel, de mi ezt Istennek ezt a
minden felülhaladó dicsőségét, hatalmát nem bírjuk elviselni, és hogy a tanítványok is, tehát nem elszédültek és arcra estek, hanem ez egy tudatos dolog volt, hogy nagyon megijedtek, arcra borultak tudatosan, tehát nem úgy, hogy valaki a homlokukra tette a kezét is, hátra estek, hanem ők tudatosan egy belső félelem, nem ilyen gyáva félelem volt bennük, hanem az Isten iránt, az Isten nagyságának az átélése volt ebben a pillanatban. És hogy ez akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben követjük nyomon, mindig az Úr félelme az embereket nagyon mélyen érintette, és hogy ott feküdtek a földön, és akkor odament Jézus, és megérintette őket. És ekkor mondta, hogy keljetek föl, és ne féljetek. Tehát az Úr a tanítványokkal fizikai módon is éreztette, hogy itt vagyok. Hogy nem csak egy különleges látomásban van részetek, hanem itt vagyok. És hogy ez az én dicsőségem volt, ezt az Atyától kaptam, ezt a dicsőséget, és hogy Jézus ebben a helyzetben is teljes alázatban volt, mint aki megüresítette magát, és engedelmes volt a keresztfa haláláig. Tehát ő nem azt mondta, hogy jó, hát a Mózes kollega, meg Illés kollégát, az már idejét múlt valami, de az, amit én mondok, hanem az Úr szerzett dicsőséget. És az a jó, amikor nem mi szerzünk dicsőséget magunknak, nem mi magasztaljuk fel magunkat, hanem hagyjuk, hogyha tetszik ez az Úrnak, hogy ő dicsőjön meg bennünk. Igen, ahogyan a történetet is kezdtük, hogy illette őket ugye itt Jézus, és úgy kezdtük a történetet itt ez az igei rész, hogy magához vette Jézus Pétert, Jakabot, itt pedig ugye megillette őket. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Úr nem csak egyszer szólít meg bennünket, hanem folyamatosan, amire szükségünk van, azt kaphatjuk, hiszen itt is odament és megérintette, hogy ne féljetek, hát emeljétek fel a fejeteket. Hát nem, nagyon sokszor az Isten félelem bennünket is átjár, nagyon sokszor a félelem nem csak Isten félelem, hanem az emberektől való félelem, vagy dolgoktól, betegségtől való félelem, vagy a gonosztól való félelem. De Jézus megérint. És hogy azt mondja az Úr, hogy keljetek fel, nem kell félni, ne féljetek, nem kell benne maradni. Ez a Jézus megérintette őket, ez ezt jelenti, hogy az Úr újra fölemeli őket. Nagyon sokszor a sikert sem tudjuk kezelni. Ez, hogy ők látták a megdicsőült Krisztust, hogy ilyen hatalmas, csodálatos dologban volt részük, amit Jézus nekik kijelentett, megmutatott, hogy igazán nem tudták vele mit kezdeni, mert itt ugye becsukták a szemüket, és sok volt nekik. És nagyon sokszor mi is nem tudjuk feldolgozni azokat, amiket Jézus velünk tesz. És
rá kell magunkat bízni, milyen csodálatos az Úr, pontosan tudta, hogy mi van a tanítványokkal, mi megy bennük véghez, és megérintette őket, és láthatták azt a szeretetet, ami Krisztusból árad feléjük, hogy ne féljetek. És aztán pedig, amikor fölemelték a szemeiket, mert Jézus megérintette őket, akkor csak őt látták, Jézust egyedül. És ez a lényege ennek a gyönyörű, szép igei történetnek, hogy Jézust látni egyedül. Nem a vallásos világnak a nagy alakjait, hanem őt egyedül. Jézus Krisztus golgotai áldozata elegendő volt arra, hogy az ember megváltsa a bűnnek a rabságából, a kárhozatból, hogy üdvösséget, örök életet adjon, hogy Isten gyermeke lehessen. Nem szükséges ehhez más, csak ő egyedül. Hatalmas tévedése a vallásos világnak, amikor emberekhez ragaszkodunk, és őket öltöztetjük föl az üdvjavakkal. Krisztus az egyedüli, tökéletes áldozat, amit az Atya elfogadott, akiben az Atya gyönyörködött, az Atya gyönyörűsége, mert az ember másképp nem menekülhetett meg. És ebben annyira benne van Isten hatalmas szeretete, hogy az ő fiát adta értünk, és csak őt kell látni egyedül. Minden problémára Jézus Krisztus ad megoldást. Ő megszólít, megszentel, újra és újra megérint, átjár bennünket. Testvérem, ma láttad az Úr Jézus Krisztust, vagy pedig csak a problémáidat észlelted? Másokhoz fordulsz, emberekhez segítségért, vagy az élő Isten fiához, Jézus Krisztushoz? Erre tanította itt az Úr Jézus a tanítványait, hogy egyedül őt lássák, és ő az, aki az ő életüket megváltja.